Mondta Levente polgármester szokásos üléselei felszólalásában a rendőrautó feliratos botrányra is reagált. Látszólag banális az ügy, ám mégsem az. Egy csendes, békés város hangulatát zavarták meg, és nemzetellenesnek kiáltották ki, mondta az előjáró. Arról beszélt, hogy ha a városa sarkára áll, elmehet a perrel akár Strasbourgig is. Konzultatív szavazatot kérek! Arra gondoltam, ha az ügyvégén a helyi rendőrséget megbüntetik, kalapozzuk, gyűjtsük össze mi a pénzt egy lejenként, 50 baninként. Ha az önkormányzat is úgy gondolja, tanúsítson határozott kiállást, kötelezzük el magunkat az ügy mellett, és menjünk végig az úton, közölte. A polgári Orbán Balázs reagált elsőként a polgármester bejelentésére, azt mondta: Az udverhelyi lakóknak törvény adta joguk van ahhoz, hogy a helyi rendőrség autójának mind a négy oldalán lássák magyarul is a feliratot, ne csak az egyik oldalán, mint most. Iratozzuk fel az autó mind a négy oldalát, és az egyenruhákra is kerüljön fel magyarul is a felirat, mondta Orbán Balázs. Javaslata tehát arról szól, hogy az autó mind a négy oldalán magyarul és románul is jelenje meg a helyi rendőrség felirat. A tanácsosok elviszavazatukat adták a javaslatra. Innen kezdve számomra ez az ügy egyértelmű. Ha ez a döntés, holnap elkezdjük feliratozni az autó mind a négy oldalát, reagált a polgármester. A napi előtti felszólalások egy jó órát tartottak, majd a tanácsosok nekiláttak a határozat tervezetek megvitatásának. Elsőként a Mikes Kelemen utca térségére egy zonális rendezési tervet fogadtak el. Ez 10.548 négyzetméter magánterületet érint, melyen van már olyan tulajdonos, aki a PUSZ elkészülte előtt építkezett, és ezért büntetést is kapott. Második intézkedésként egy üresen álló csereháti ifjúsági bérlakást utaltak ki a prioritási listán következő személynek, szappanyos tündének, a Városi Múzeum restaurátorának, múzeumpedagógusának. Két támogatási tervezetre is rábólintottak a városatyák, arról döntöttek, hogy a helyi közösség milyen mértékben járul hozzá a gondozó központokban beutalt személyek szociális segédletét érintő tevékenységek támogatásához, illetve azt is határozat rendezi, hogy a helyi közösség milyen mértékben járul hozzá a gyermekvédelmi tevékenységek támogatásához. Az utolsó két előterjesztés a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely tisztségjegyzékének az elfogadására, módosítására vonatkozott rendező, koreográfus, színészek kaptak magasabb szakmai besorolást, ami egyúttal béremelést is jelent. A néptáncműhelynél azért volt szükség a tisztségjegyzék szerkezeti felépítés módosítására, mert korábban egy felsőfokú végzettséget kérő állást középfokúra minősítettek vissza, hisz Erdélyben nincs felsőfokú táncoktatás, így okleveles táncos sem akad. A változás kapcsán pedig a prefektúra kérte a tisztségjegyzék újbóli elfogadását. Itt tudatta Orendi István, a néptáncműhely vezetője, hogy irányítása alatt az intézmény megkétszerezte a nézőszámot, illetve már nem hat, hanem 12 táncossal dolgoznak, vagyis ezen a téren is előrelépést könyvelhetnek el.